Őszi nap volt, mikor megszülettem. Egy komor őszi nap. De nem az időjárás tette komorrá. Nem. Az emberek, akikkel találkoztam, ők változtatták komorrá azt a napot. Nem is csupán azt a napot, az összeset. Egyikük sem tudta mire vélni a komorságot, pedig ő maga volt a komorság. A tapasztalat, melyet aznap szereztem, csak megerősített van, amit korábban hittem. Az egyik, de én ugyan nem szólok neki, az ő gondja. Bizonyára külföldi lehet, hogy nem bírja olvasni a táblát. Most ide tart. Úgy kéne csinálnom, mint ha dolgozni. Good morning! Guten Morgen! Hallo? Ahoy! Güle! Hogy mondjak itt? Jó napot! Dolgozom, nem látja? Elnézést, én kérdez. Hol vagyok itt? Egy sikátorban. Tudom ország, melyik street? Hogy mi? Melyik Strasse? Á, igen, mondhatni Strasse vagyok. Itt történik meg. Mondja, hova akar eljutni, aztán hagyjon engem tovább dolgozni. Belvárosból jöttem. Két szuvenírt hoztam, most helykeresek. Á, ezt a játékot ismerem. Játssz el! Valaki, aki nem csinál semmit. Irodai valaki? Nem, annak van gépe. Akkor képviselő? Nem, az alszik. Akkor munkás? Az sem lehet, hiszen dolgozom. Akkor valaki átutazóban? Legyárművön? Autó? Busz? Motor? Kerékpárt nem mondom, azt mifelé nem szokás használni. Repülőgép? Az, reptér! Nem emlékszem szóval. Reptér? Azt én nem tudom hol van. Én csak egy munkás vagyok, akit kizsákmányol a repülőtársadalom. De ott áll az én nejem. Ő bizonyára tudja, mert nem tudom, honnan vannak ilyen ismeretei. Szívem, gyere ide! Miért nem jöttél egyből hozzám? Mit tereferéltél azzal a fráterrel? Jaj, édesem, hát mégsem hagyhatok faképnél egy ilyen földi halandót, hogyha megkérdezi, hogy hányas melltartót hordott. Hát még rosszul ítélné meg, vagy ne talán lekicsinlő álhíreket terjesztene róluk. Hát ezt mégsem engedhetem meg. Egyébként is ne haragudj arra a munkásra, ő is csak emberből van. De úgysem kell túl sokáig nézed a pofáját, mert ezt ugyanis elrepülőd. Jó, hogy említed a repteret. Itt egy nő is nem tudja, merre találja meg. Én elküldtem volna már valamelyik irányba, csak féltem, hogy a jó irányba küldeni. Megmondott, hogy merre van a reptér, teszek róla, hogy ne arra induljon. A repülőteret az utca végén balra fordulva a dombtetőről már könnyen megtalálnám. Szóval az ellenkező irányba küld. Köszönöm, drágám. Engem miért is kerestél? Á, semmiség. Már megbizonyosodtam róla. Szia! Megvan az irány. Az utca végén menjen jobbra, majd tarts az irányt pár kilométerig. Onnan majd látni fogja a repteret. Thanks, Barat. Látjunk egy máskor. Remélem, sosem találkozunk, mert addigra kiderül, hogy a másik irányba küldtelek. Olyan jó érzés volt tönkretenni ennek a szerencsétlen idiótának a napját, és legalább ma sem dolgoztam semmit. Egy dolog azonban mégis zavar. Honnan tudja az én nejem, hogy hol a reptér? Bizonyára kapcsolatban áll valakivel, akinek birtokában van ez az információ. Elvégre ezt igen kevesen tudhatják. Ó, hiszen ez a munkás a kulcs. A nejemben flörtöm, ráadásul tudta, hogy hol a reptér. Hogy én milyen vak voltam eddig, de az illető hangtalan lesz örökké, ha én elkapom. Ó,
Újra itt van? Tud valami? Semmit sem sejt, pedig még említettem is neki a retteret, de eszébe se jutott semmi. De mire este hazaér, mi már rég elhagyjuk ezt az országot. De nem volt értelme, hogy elküldjen hozzá elővigyázatosságból érdeklődni, hogy mit tud. De azért jó volt még egyszer utoljára látni ezt a szerencsétlen idiótát. Csak még akkor láthatná, mikor rájön, hogy átejtettük. A lényeg, hogy már nem állhat az utunkban, azonban gyorsnak kell lenni. Pakolj össze mindent, ami az úthoz szükséges. Felesleges dolgokat ne hozz. Amint kiértünk, megkapsz tőlem mindent. Most siess, pár óra múlva indul a repülő. Találkozunk a reptéren. Rendben, drágám, sietek, ahogy tudok. Azt hiszem, minden sinem van. Hamarosan elrepülünk, és akkor már nincs visszaút. El sem hiszem, milyen jól csináltam. Férjét tartja a világ legszerencsétlenebbjének, miközben ő az. Azt hiszi, külföldön megkap mindent. Villát, autót, estéket. Miközben ennek a kiruccanásnak én leszek az egyetlen haszonélvezője. Bizony, drágám, nem sejtett, hogy el foglak adni. Hajtáglásképp ez drágája leszel. De nehogy azt hitt, hogy holmi rabszolga. Több annál. Sajnálok ám valahol legbelül. Tehát mi másért lenne az élet, hanem azért, hogy kihasználjuk azokat, akik elég idióták, hogy ne ismerjék fel a csalást. Remélem minden rendben lesz, mikor visszatérek. Megint elutazik az úr? Megint, és újra jól megszedem magam. De közben maga is elkísérlet arra. Köszönöm, uram, jó nekünk, hogy vigyázzak az irodára, és tápolom a jó hírét. Köszönöm, hogy bizalmasan volt ez idáig, és ezután is számíthatok magára. Jó utat! De azért a gépnek nem hagyom utat átjelni. Légy átkozott! Igen, gyere csak, siess már. Biztos, hogy elment, elvitte a gépét is. Mire visszatér? Nem van sehol a pénze. Egyedül a monitora maradt csak majd. De hát így járnak a szerencsétlen idióták mind? Kapasz már! Csak akarja lenni, hogy akarják a többi. Oké. Én már megszereztem egy jegyeket, itt vannak. Te pedig szedj össze minden pénzt, vidd az állagba, ami berakható, amit pedig menthetetlen, bármi szét a fejszével. Erre már én is gondoltam. Majdnem a fejébe vettem, amikor azt mondta, hogy én is elkísérhetem. Azt hisz én is ennél mindjárt vagyok, akit eladtak azért, hogy még több pénz legyen a bankszámláját. Mit gondolt, hogy nem hallottam, mikor a nőkkel folytatta le a tárgyalásait az íróasztalánál? Minden szűkét és titkát ellene fordítom, a saját mocskával fog megfulladni. Még szerencsé, hogy ilyen jó megfigyelő vagy. Láttam, azt az a rövid idő alatt meggazdagszunk. Minden titka a kezedben van. Attól tartok, nem az összes. Arról nem sikerült tudomást szereznünk, hogy hogyan juttatja ki a nőket az országból. Azt tudjuk, hogy nagyságból tartanak bele. De hogy miképp, arra nincs fogalmunk. Az már csak része a kérdés. Pakolj és induljunk. Én is összeszedem a cuccaimat, a reptéren találkozunk. Amely elegendő a felneveléséhez. És csak ki kell csalnom azt a szerencsétlen titkát egy országból, és akkor megkapom a jutalmat. Most pedig veszek egy zuhanyi nyelvet közben vele az előzős. Kedves! Szerelmem! Hát nem hall ez az idióta, pedig anyagra van szükségem újra. Kedves! Végül ott figyelsz, most már szabad az adatban. Észre sem vettem. Miért jöttél át? Csak a szerelem hallgat. Nem érzed, hogy van valami a levegőben? Kellene csinálnunk valami hajmeresztőt. Én egy hajmeresztőre játszottam, amikor beléptél. Úgy látom, megjött anyám is közben. Eltűnt a táskáját, itt hagytam. Nézzünk bele. Nézd, miket találtam. Repülőjegyek. Most itt hagyhatjuk ezt a kukteráit. Szerencsétlen anyám ezt jól elszúrta. Ő adta meg a lehetőséget, hogy végre szabad megyek. Elnyomott, és sohasem lehettem igazán önmagam. Benne és vége. Idióta szíve fájdalmában össze fog roskadni, amikor meglátja, hogy már nincs fia, akit láncigálhatna kényeket beszélt. Mindig ezt akartam. Elmegyünk. Ennél hajmeresztőbbet már régen hallottam.
tudod, hogy benne vagyok mindenben, de mielőtt elmegyünk, pakolítál még szívből, a sosem állt. Tökéletesen igazad van. Szerintem is, és róla munkere. Végre eljött a jó világ. Szemetnek kimondott kád és füvet. Így lehet megbízni egy jó hiszemű turista az ételekben? Macskas ország. Ide-vissza sem térek. Mi ez a szak? Az európai utazás óta felismerem füvet? Nem tudom, hogy Kanada, szerencsétlen idióta, nem bukik ellenőrzésen, de én nagyobb büntetést sújtam. Hirtelen kevés lesz majd a dolog, és sok az emel körülötted, őket fog szívni. Ez pedig a lefolyóba a vándorról. Állottad a jegyeket? Te pedig az életem. Úgy látod, te kaptál új jegyeket. Hát én is új életet akarok. Megvannak a jegyek, jobb lenne indulni? Maga is itt van. Az anyám megy elől, és csak csapdán megy. Elárultál? Mit jelentsen ez? Ne, eltűnt a fű! Eltűnt a fű! Ne ilyen hangosan! Egyébként sem fontos. Inkább menjünk fel a gépre, még anyámot veszekedünk. Én a fű nélkül nem megyek sehova. Hiszen megterveztük a nagy szökésünk. Mondd, hogy nem csak a fű miatt voltál. Fű! Fű kell! Maga loptál! Látom, hogy ott cseppenkedett mögöttem! Adja vissza! Most végünk! Gondolhattam volna, hogy egy rohadtabb kukacsal szöksz meg. Nem teszel semmit! Hát nem védesz meg! Így már nem lennél értékes, romlott az árad az ütéstől. Szóval nem akartál adni! Mint mondtam, ez a nap megerősített abban, amit korábban gondoltam, miszerint emberek között nem emberként lenni nem jó dolog. Mi, kívülállunk, csak elszenvedői vagyunk az emberek cselekedeteinek. Elvetjük azt az alantos örömet, amit az emberek akkor éreznek, mikor társaiknak ártanak. Honnan ismerem a nap históriáját? Reggel a munkás kabátjára ragadtam, ahonnan a feleség ruhájára kerültem. Délben az iroda vezetőre tapasztam, majd a titkármű aktáira szálltam, ahonnan az utas kísérő jutott vonába. Ott fia, majd annak barátnőjén keresztül a turistára ragadtam, és a gyulakodással visszakerültem a munkásra. Akaratomon kívül jártam végig ezt az utat, majd a levegőbe jutottam újra. Az emberek mind repülőre szálltak, hogy aztán miért, nem tudom. Az ember sokszor cselekszik otthon. A levegőben repkedve cselekedeteim azonban már tudatossá váltak. Úgy csapottam a repülőgépük szélvédőinek, hogy az lezuhant. Hiába keresték az aznapi katasztrófa okát, nem találták, mert nagy dolgokat kerestek. Pedig lám, én voltam, én okoztam annyi a halálát, én a kis ökörnyár. Hát tudják az emberek, mi történne, ha az egész természet összefogna ellenük.